A magyar templom felújítási program keretében közel 26 milliárd forintból összesen 1800 templom újulhat meg, többségében a magyarok lakta területeken, köztük számos erdélyi és párciumi templom is. Erdélyben és Párciumban 262 templom újulhat meg 219 településen, összesen 3 milliárd 320 millió forint értékben a magyar templom felújítási program keretében. A magyar kormány még 2020 áprilisában hozta létre a gazdaságvédelmi alapot azzal a céllal, hogy a koronavírus járvány miatti válsághelyzetet ellensúlyozza. Azóta többször vontak le az alapból különböző célokra, most 25,79 milliárd forintot különített el a kormány az Anyaország és a Kárpát-medence egyházi épített örökségének megújulására. Legtöbb helyen a templomok központi helyen vannak, tehát megszépülnek falvak, megszépülnek városok ezáltal, ami megint csak az ott élő embereket szolgálja, legyen ez a turizmus, vagy bármilyen szempontból is nézzük. Én hiszem azt, hogy ez az együttműködés, amelyet az itt élő RMDSZ-es és más politikai vezetőinkön keresztül, akár pedig a persze legkiemeltebben az egyházi vezetőinken keresztül megvalósítunk, sok mindenkit fog szolgálni, és sokak örömére. A nagyváradi római katolikus püspöki palotában a történelmi egyházak püspökeinek jelenlétében megtartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy a jelentős templom rekonstrukciós program keretében Románia területén 94 katolikus, 30 unitárius, 4 evangélikus luteránus, az erdélyi református egyházkerület területén 83, míg a Királyhágó melléken 51 templom újulhat meg az elkövetkező hónapokban. Szinte lehetetlen határát súrolja az, ahogy Magyarország kormánya az egész Kárpát-medencei magyarságban gondolkozva egyházügyi, gazdasági, kulturális és sporttámogatásokkal egybetartja a Kárpát-medencei magyar közösséget. Ennek az összetartó erőnek vagyunk mi is a kedvezményezettjei, erdélyi magyarok, akik egy újabb bástyára kapunk támogatást a templomainkra. A magyar templom felújítási program keretében összesen 1800 templom újulhat meg, melyekből 1400 Magyarországon, míg 400 a Kárpát-medence többnyire magyar lakta településein található. A program hozzájárul az egyházi épített örökségünk megőrzéséhez, valamint a lelki és egyházi közösségi élet megerősítéséhez.